A Városi Könyvtár és Információs Központ már 5. alkalommal hirdette meg a vers és prózaíró pályázatot minden korosztály számára. A felhívás szerint maximum 6 oldal terjedelemben várták mese, vers, elbeszélés vagy regényrészlet műfajban az írásokat. Az eredményhirdetésre június 12-én délután került sor, ahol a 23 pályázó által beküldött 25 vers vagy prózai írás értékelésére az alkotók jutalmazására került sor. A vers és prózaíró verseny eredményhirdetésének résztvevőit, valamint a zsűri tagjait a könyvtár igazgatója Prinyi Tünde köszöntötte. Bevezetőként elmondta, hogy a könyvtár már 5 éve hirdeti meg a vers és prózaíró pályázatot. Elhangzott az is, hogy ezúttal 25 pályamunkát küldött be 23 alkotó. A zsűri külön értékelte a verseket és a prózai írásokat. Prinyi Tünde bemutatta a zsűri tagjait is a jelenlévőknek. Klukáné dr. Pilishegyi Ibolyát, a gimnázium nyugalmazott tanárát, aki maga is tollforgató, Fodorné Hámori Ágnest, nyugdíjas könyvtárost és magyar szakos tanárt, aki elsősorban helytörténeti tanulmányairól ismert. Nem volt jelen a zsűri tagjai közül Magyar Zoltánné, de helyet foglalt az asztalnál Perce Miklós íróköltő, akinek már több könyve jelent meg. A zsűri összegző véleményét Prinyi Tünde tolmácsolta a jelenlévőknek. Elmondta, hogy a bíráló bizottság dicséretesnek tartja, hogy minden korcsoportból mind a 4 kategóriában voltak pályázók. Biztatták a fiatalabb korosztályt, hogy legyenek aktívabbak, próbálkozzanak bátran az írással. A zsűri azt állapította meg, hogy a felnőttek csoportjában sokan sokféle művel neveztek. A zsűri tagjai arra biztattak mindenkit, hogy írjanak továbbra is, mert ezzel fejlődik személyiségük és íráskészségük. Az első korcsoportban a 3.-4. osztályosok között külön díjat kapott Török Kendra, első helyezett lett Molnár Levente. A felső tagozatos pályázók között Szabó Viktória pályaműve kapott első helyezést, a 3. korcsoportban megosztott első díjat vett át György Erika és Gyenge Anna, a felnőtt pályázók között külön értékelték a verseket és a prózai írásokat, első helyezést ért el prózai alkotásával Vladár Lászlóné, vers kategóriában külön díjjal jutalmazta a zsűri Széki Józsefet és László Juliannát. A 4. korcsoport vers kategóriában Répa Jenő alkotását értékelték a legjobbnak, így ő kapta az első díjat. Az eredményhirdetés végén a szervezők nevében Prinyi Tünde gratulált mindenkinek, és további írásra biztatta a jelenlévőket.